Az első mérkőzésen a névadó szponzor csapata a Zsivadán lépett pályára a nyílt kategóriában a Kontitek ellen. Csernus Imre 5. éve vesz részt a tornán, ami mellett rendszeresen fociznak munkatársaival, mint elmondta, a Duokorral közösen van megye 4-es csapatuk is. Stábunknak arról is beszélt, hogy miért is jelent számára sokat ez a sport. Számomra ugye a csapat összetartás jelenti, leginkább ezért fontos, illetve a cégnek is ezért fontos, hogy a dolgozóknak ezzel tudunk biztosítani szabadidős tevékenységet, illetve nyilván ez is egy csapatépítő tevékenység, így megismerjük egymást, itt különböző területekről vannak dolgozók, vannak a gyártósorról, vannak irodából, raktárból, karbantartás, tehát így mindenki meg tudja jobban ismerni egy kicsit egymást. A tavalyi évhez hasonlóan idén is 3 kategóriában lehetett nevezni. Nyílt, 35 év és 45 év feletti, melyekben külön-külön hirdetnek eredményt. 2 8-fős csoportot alakítottak ki a csapatokból, melyek bajnoki rendszerben játszanak. Ami az érdekesség, hogy a nyílt kategóriában, hogy legyen egy ilyen kiemelkedő része a tornának, lesz egy rájátszás az első 4 helyezett csapat között. Azt jelenti, hogy a csoportmérkőzéseket követően az első helyezett játszik a 4. helyezettel egy elődöntőt, illetve a másik helyezett csapat a 3. helyezettel, és a 2 vesztes játssza majd a bronzmérkőzés, és a 2 győztes pedig majd a Zsivadán kupán az utolsó mérkőzés fogja játszani, ők játsszák a döntő mérkőzést. A mérkőzésekre januárban, szombatonként és vasárnaponként fog sor kerülni az Erdélyi János városi sportcsarnokban. A torna végén nem csak a kategóriák dobogósait hirdetik ki, hanem egyéni díjak és elismerések is kiosztásra kerülnek. A Hagymatikum jóvoltából az első helyezett csapat csoportos belépővel is gazdagodik, így közösen ünnepelhetik majd meg győzelmüket.